Április 11. a Magyar Költészet napja. Erről kérdeztük a Kistelki Költőklub vezetőjét, Jenei Norbertet. Ady Endre Párizsban járt az ősz. Párizsban tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant neztelen. Kánikulában, halk lombok alatt, s találkozott velem. Balagtam éppen a Szajna felé, s égtek lelkebben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett. Zümzüm, röpködtek végig az úton tréfás falevelek. Egy perc. A nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt. Mátyás Ferenc, Várakozás. Teregette gyors lepedőjét a zöld fűben a margarét, lila mosolyával a májva utánozta az szenvedélyt. A rúzslila viola kuncogva öntötte szét pacsuli illatát, a ledérrózsa rámban dzsított, tüskés bokrában püspöki díszt öltött a kardvirág. Ízek váratlan zamatát szállították az almafák, a mokánykörték az asszonyok mellét mutogatták, a som ajkát kínált a harapásra, pillantásom falta a napot. Melbevágott a nyár, tombolt, néztem a szilvafát, amint lila keszegek pontyok úsztak lombja közé a Balatonból. A Júdásfa lila fürtje között egy lila fejű galamb landolt, a cserszömölce bozótjában, mint csillagok az éjszakában, vadmacska szemei lobogtak, húsos madarak lesve. Lila pillangó kereste a gyalogakác fült mézillatát, vörösbe egy csöpp fészkét ringatta, lila virágú orgona ág. A népdal itt maradt pacsirtái, erdélyi jóskát utánozták az égen, kilőtte magát egy szalonka, mintha száguldana a holdba. Vágyamat vitte hosszú csőrében, szénakazlam lila árnyában vén csirkefogó róka járt. Mogyoró bokraim tetején farkával mókus dobálta magát. Szőlőmbe őzek telepettek, szemükben hozták erdők csöngyét. Mint tanyasiak hulló könnyüket, a pandondombon illír szellemek villámtűzzel élesztették a szelet. A vízpartról, hogy nem egy katona sírál, sírva röpült ide a sirály. Puli csaholt lila felhőre, csalt a sejtelme szimata. Repülő karambolja után a rétisas ide zuhant, kertembe menekült, aki ritka nyugalomra várt. S bezárult a temetőkapu, végtelenné vált minden út. Puszta küszöböm előtt vártam, egy percre éreztem, hogy nyár van. De várakozásom ideje lejárt. A nap lement, hópille szállt. A színek száraz koszorúit égre vitték a vadlibák, a tücskök lefújták a nyarat, elmentek meghalni a bogarak. Fölvette hóingét a táj, már mindenki hozzám talált, csak ő nem ért ide soha, kivel szerelmem megosztanám. Április 11. a Magyar Költészet napja, ennek alkalmából a vendégünk Jenei Norbert, a Kistelki Költőklub vezetője, köszöntelek. Mióta is ünnepeljük ezt a napot Magyarországon? Köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. 1964 óta ünnepeljük Magyarországon a Magyar Költészet napját, április 11-én. Az apropó az az, hogy ezen a napon született 1905-ben József Attila, és mindig ezt tudtam mondani, most is elmondom az idén is, hogy ez mellett egy másik nagyszerű magyar költőíró, Márai Sándor is április 11-én született, csak ő 5 évvel korábban, 1900-ban. Honnan is számíthatjuk a modern magyar irodalmat, és mennyit is változott a mai napokra? Hát a magyar irodalom történet okosait idézve, 1906-ot tekintjük a modern magyar irodalom megszületésének, ez Ady Endrének az Újbesek című kötetének a megjelenési dátuma, ami egyébként akkoriban nem volt egy akkora nagy kritikai siker, és csak később érezték azt, hogy ez milyen óriási korszakos váltás volt a magyar irodalom történetében, és onnantól kezdve tekintjük a magyar irodalom megszületését tulajdonképpen. Hogyha a 1906-os indulást tekintjük ugye a modern magyar megszületésének, akkor azt gondolom, hogy rengeteget változott. Ugye akkoriban az avantgárd mozgalmak határozták meg az európai, főleg a közép-európai, kelet-nyugat-európai kultúrát, és tulajdonképpen az a fajta
avantgárdizmus, ami lecsengett a 20-as, 30-as években, ugye a magyar, egybeesett kb. A Magyarországon ugye a nyugat születésével, 1908-tól indult a lap, és hogy igazából az a fajta modern magyar, friss modern magyar költészet, azért az a két világháború után, illetve főleg az 50-es, 60-as évektől kezdve teljesen átalakult, és a mai legújabb modern magyar irodalom korszakában pedig teljes mértékben más. Mások a témák, mások a formák, amikbe ugye beleöntik a költők ugye ezeket a gondolataikat, illetve teljesen más maga az egész rendszer, ami Magyarországon is, vagy akár a világban is működik. Ugye most gondolok itt elsősorban a digitális kultúra elég széles körű felvilágzására, ahol már szinte mindenki bármit megoszthat videón, különböző megosztókon, bármilyen közösségi portálokon, úgyhogy ez egészen új típusú és egészen eddig nem ismert módon változtatta meg az irodalmat, én azt gondolom. Ebben a pandémiás időszakban mennyivel volt másabb a Magyar Költészet Napja megünneplése, mint például a költő klub számára, vagy a gimnáziumban, iskolában a gyerekek számára? Hát a pandémia elég sokat változtatott az életünkön, így a Költészet Napi ünnepléseket is. Nyilván elmaradnak ezek a fizikai kontaktust igénylő személyes rendezvények, találkozók. Mi a költőklubban ugye az éter hullámait használtuk most ki arra, hogy együtt ünnepeljünk, ugyanis mi telefonon kerestük egymást a költőklub társaimmal, hívogattuk egymást, és mindenki a másiknak boldog költészet napját kívánt. Ez egy nagyon nagy ünnep a költők számára, akik ezzel foglalkoznak, és az életükben ez fontos szerepet játszik, úgyhogy mi most telefonon próbáltunk, illetve hát tulajdonképpen a különböző internetes portálokon, meg a közösségi oldalakon azért egymásnak, meg bárkinek küldözgettünk verseket. Nagyon sokan egyébként kitettek, fiatalok, tanítványaim is, idősebb barátaim is, nagyon sokan kitették a kedvenc versüket aznap, illetve a különböző portálokon, ezért látszott, hogy mindenki ezzel a nappal nagyon foglalkozik. A gyerekek, általános iskolások, gimnazisták részére most ilyen külön ünnepség, vagy külön ilyen esemény sorozat nem volt. Az online térben lehetett nyilván verseket olvasni, illetve mindenki meg tudta találni azt a kedvenc versét, esetleg, amit az előbb is mondtam, hogy posztolta, és akkor ezáltal egyfajta egy ilyen közösségi, internetes hálózat módon lett most idén megünnepelve a költészet napja. Mit tapasztalsz, mint irodalomtanár, és mint például a költőklub vezetője, hogy így korosztályok tekintetében mennyire is változik a költészet iránti érdeklődés is, szeretet az emberekben? Tapasztalataim szerint nagyon sokat változik, nyilván az életkorral főleg. Amikor fiatal gyerekek között vagyok, illetve a gimnazistákat tanítom, ott azért érződik, hogy azok a dolgok, azok a témák mozgatják őket ugye a versekben is, amik hozzájuk közel állnak. Ugye a szerelem, a fiatalság, az élet előtt való állás, a kapcsolatok, illetve azok a közösségi élmények, amik ugye egy-egy versben is meg tudnak jelenni. Még ugye felnőtteként, mikor az idősebbekkel, esetleg a költőklub most társaimmal vagyok, ott is tapasztalom azt, fiatalabbak és idősebbek is, hogy komolyabb témákhoz nyúlnak, és hogy az életkorunk halad előre, biztos vagyok benne, hogy az embernek változik az ízlése akár a versekben is, és ezáltal más típusú költőket talál meg, más típusú verseket és témákat fog az életébe beépíteni. József Attila, keresek valakit. Tele vágyakkal zokog a lelkem, szerető szívre soha se leltem, zokog a lelkem. Keresek valakit, s nem tudom, ki az. A percek robognak, tűnik a tavasz, s nem tudom, ki az. Csüggedő szívvel loholok egyre, keresek valakit a végtelenbe, loholok egyre. Könnyim csorognak, majd kiapadnak. Vágyak magukkal messzebb ragadnak, majd kiapadnak. Búsan magamnak akkor megállok, szemem csukódik, semmit se látok, akkor megállok. Lelkem elröppen a végtelenbe, tovább nem vágyom arra az egyre, a végtelenbe. Jenei Norbert, májusi rezdülés. Csendet fényébe kuporodtam ma is, s míg te tavaszba öltöztél szépen, elővettem hát gyűrött ruhám gyorsan, mit lélekszekrénybe dobtam télen. Sálak sűrű bozótja közt tévelyen matatott szívem fals billentyűje, néked zengni vágyta tétován dalát, fakók is életem iránytűje. Mojrák tapasztós magányom szigetén szavaid magvából erdők nőttek. Árnyaslom kabátjukba vígan bújtam, és így végleg ott maradtam őrnek.
Kisdelki Művészeti Iskola gitártanszakának növendékei tekinthetik meg a következőkben. Hévízi Dánia következik, három darabot fog játszani, Nicolas Rigal Versus című darabját, Károli Confredans és Károli Gédot keringő. Kedves Petra következik, Károli Émo keringő, Daniel Fortea arpeggio etude és Joan Buscaglia milonga színű darabját fog játszani.
Károli Géburándantino egy örömód átírat, és majd aztán duettet is fognak játszani testvérem. Hétkerék Egyesület tagjai meséltek stábunknak a jövőbeli terveikről és a sport szeretetéről. Stábunk a Hétkerék Egyesület edzésén járt, ahol a gyerekeket kérdeztük a jövőbeli terveikről. Hát a rövidtávú céljaim mindenképp az, hogy a maraton minél jobban sikerüljön, kicsit hosszabb távú, hogy bekerüljünk a válogatottba esetleg, hogyha megrendezésre kerül az Európa kupa, akkor esetleg oda kijuthassunk, az nagyon nagy vágyunk. Továbbá, hogy minél többet fejlődjünk, gyorsuljunk a pályákon. A céljaim erre a szezonra, hogy a versenyekre dobogóra kerüljek, legyőzzem a legnagyobb ellenfelemet és saját magamat, az időeredményeimen javítani minden távon, és a korosztályomba minél előrébb kerülni a ranglétrán, hogy a válogatottba bekerüljek úgy, hogy utazni is vigyenek,
mert hogyha meg lesz tartva a külföldi verseny, akkor remélem, hogy benne leszek. És ahhoz minél előrébb kell végezni. Erre a szezonra nekem az a tervem, hogy minél jobb legyek, és egy embert szeretnék kitűzni, akit meg szeretnék előzni, úgyhogy remélem, hogy a versenyekről versenyekre egyre ügyesebb leszek. Ebben az évben az a legfontosabb célom, hogy magamhoz képest itt a legjobb eredményeket hozzam ki magamból, és hogy elérjem a dobogó legfelső fokát. Magamhoz képest szeretnék fejlődni, és a saját korcsoportomban minél jobb helyezést elérni, és minél gyorsabb lenni. Hát nem gondoltam, hogy ez lesz életem sportja, de ez életem sportja, és nagyon jó a társaság és az egyesület is. Minél jobb eredményeket érjek el az előző évi teljesítményemhez képest. Minél közelebb a dobogóhoz maradni, lehetőleg ne 3-ból, hanem mondjuk 6-ból. Az én idei célom, hogy kijussak a Cadet Challenge-re, amit Belgiumban rendeznek meg augusztus 13-tól 15-ig. Hát én a girl group-ba szeretnék sikeresebb lenni, és egyre jobb eredményeket elérni. Hát nekem erre a szezonban az a célom, hogy minél többet kihozzak magamból, és nekem ez az első évem profiként, és szeretnék minél előbb a célmezőnyben szerepelni, és nyilván minél büszkébbek legyenek rám a edzőtársaim és az edzőm is. Ezután az egyesület tagjai elmondták, hogy mit is jelent számukra ez a sport. Kicsinek mindenképp már akkor is maga a versenyzés volt a nagy szerelmem, és nagyon szerettem versenyezni. Most is nagyon szeretek. Kicsiként talán kicsit játékosabb volt, és azóta is nagyon szerettem a csapatot, akkor is a csapat miatt jöttem főleg ide. Nekem a görkocsi magát, ezt a mozgásformámat jelenti, és az életem. Enélkül én nagyon rosszul vagyok, nem érzem magamat önmagamnak. Hát nekem a görkori az egyrészt azért fontos, mert ugye a barátok miatt és velük nagyon jó versenyezni, mert szurkolnak nekem, meg mindenki egymásnak, és másrészt meg a táborok is, egy élmény minden évben. Idén is nagyon várom, hogyha lesz, és a versenyekre is alig várom, hogy már mehessünk, mert meg ott az ellenféllel is néha szoktunk így társadalogni, úgyhogy ezért szeretem a görkorit. Azért szeretem ezt a sportágat, mert megnyugtató, és van benne egy kis versengés, mint a többi sportágban. És akkor lehet közben táborozni és barátkozni, hát a más csapatbeli emberekkel is. Igazából csak mondták, hogy van a gimi pályáján egy görkori edzés, anyukám mondta, és mondta, hogy próbáljam ki, és utána megtetszett. Én nagyon szeretem a görkorit, és nekem ez életem sportja. A sebességet szeretem benne. Nagyon szeretem a csapat versenyeket is, a váltót, de inkább a sebesség az egyéni feltétok szeretnek. Hát nekem a görkorcsia nagyon sokat jelent, és nagyon szeretek görkorizni. Nem gondoltam volna, hogy ilyen fontos lesz számomra ez a sport. Mióta sportolok, azóta sokkal erősebb vagyok, sokkal erősebbnek érzem magam, és
Hát nagyon sok barátot szereztem itt. Az Egyesület minden évben tábort is szervez a gyerekek számára, az ezzel kapcsolatos élményeiket osztották meg velünk. A közösséget, és hogy jobban fejlődünk, mert látjuk a nagyobbakat is, hogy mit csinálnak, és miket, és attól mi is bírunk fejlődni. Nagyon jó a közösség, ugye vannak olyan táborok is, amikben a több csapat van, Tatabányán például, és akkor a többi csapat társammal együtt nagyon jót szoktunk szórakozni a többiekkel. Tavaly volt egy tatabányai edzőtábor, ahol csak a profik vehettek részt, azok között én is részt vettem. Sokat több hozzám hasonló korosztályú ember volt, inkább technikás edzések voltak, de voltak köztük szervezedzés is. Sok új baráttal ismerkedtem meg. Gyertek már, jó? Én azért szeretek táborokba járni, mert ilyenkor az egész csapat ott van, és így tudunk beszélgetni. Naponta kétszer szoktunk görkorizni, és ezen kívül még mindenféle foglalkozások vannak. Elsősorban nagyon szeretek az edzőtársaimmal lenni, edzeni, és ugye erősít is a tábor, nagyon jól érzem magam. Ez a legjobb csapat az országban. A Kisteleki Szent István Királyi templomot mutatja be Harmat József fitoktató. A bemutató negyedik részét tekinthetik meg a következőkben. Itt állunk Líziói Kisszent Teréz szobránál, ami úgy szintén egy adományként került templomunkba. Buzát Jolán elemi iskolai tanítónő 1936-ban adományozta a Kisteleki templomnak, és hogy miért pont Líziói Kisszent Terézt választotta ez a tanítónő, hát ahogyan minden tanítónő szeretettel fordul a gyerekek felé, és ugyanolyan kicsi akar lenni, mint a gyerekek, hogy megértesse velük az élet értelmét. Ez a tanítónő is ugye hát nyilvánvalóan hívő ember volt, és azért választotta példaképének Líziói Kisszent Terézt, mert ez a Kisszent Teréz megvalósította a kicsinységét. Édesapja és édesanyja is érdekes módon szerzetes és apáca akart lenni. Mégse lettek azok, az édesapja gyógyszerész lett, az édesanyja pedig csipkeverő, és 4 évesen Kisszent Teréz elveszítette az édesanyját, rokonokhoz kerül, ott nevelődik, a rokonoknak a lányai lesznek apácák, és ez tetszik meg Kisszent Teréznek, olyannyira, hogy már 13 évesen apáca akar lenni. 16 évesen elzarándokolnak Rómába, és olyan elszántan kérje az édesapját, hogy menjenek el a pápához magán kihallgatásra, mert ő szeretne valamit a pápától kérni. És csodák csodájára eljutnak a pápához, és odáll Kisszent Teréz a pápa elé, és azt mondja, hogy ő szeretne apáca lenni. A pápa ránéz, és mondja, hát kicsi vagy még ahhoz, még nőnöd kell, fiatal vagy, de ha az akarsz lenni, előbb-utóbb be fogsz lépni valamelyik apáca rendbe. És így is történik, hazamennek, és ellátogat egy apáca rendbe, és kéri az apáca főnöknőt, hogy fogadja őt ide be. Annyira megtetszik a főnöknőnek, a Kisszent Teréznek a hozzáállása, hogy befogadják őt is, mint segítőt, hasonlóan Szent Ritát, és ott is mindenféle munkát végez a kolostorban, és látják rajta az erős hitét, rengeteget imádkozik, és az a jelmondata neki, hogy mindent kis emberként, kicsinyként tenni Isten dicsőségéért, és akármire kérik, boldogan megteszi, mert azt mondja, hogy ezt ő Isten dicsőségére tette.
és hát az élete nem lesz hosszadalmas, 24 évet él mindössze, és 24 évesen az Úr magához szólítja, tuberkulózis, akkori tüdőbetegség, ugye gyógyíthatatlan volt, és ezáltal ez a rövid élet adatik itt a Földön számára, de ő is úgy hal meg az akkori Apáca kolostor leírásai szerint, hogy csodálkoznak az apácák azon, ahogyan az élete utolsó óráiban énekelve és Isten dicsőítve valóban az ő élete példa lesz még az apácák számára is, hogy ő azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy mennyit éltem itt a Földön, hanem hogy mennyit élek majd a mennyországban, mert érzem, hogy Istent megdicsőítettem, és Isten jó szívvel magához ölel engem. Ezért is itt van nekünk példaként állítva, hogy ne nagyra vágyóak legyünk, ne a földi ívságokat keressük, mert azokat úgyis megeszi a moly, megrágja a rozsda, innen a földi életből semmit nem viszünk magunkkal, mondja Jézus, és íme kis Szent Teréz is ugyanezt vallotta magának, viszont azokat a jó cselekedeteket, amiket ő az Apáca kolostorban tett, és szívvel, lélekkel tette, és mindezt úgy élte meg, hogy kicsinyként, tehát nem kell, hogy most őt fölmagasztalják, ezért megdicsérjék. Azt mondta, hogy az a lényeg, hogy Isten tud róla, hogy én jót tettem az emberekkel. Hát nekünk is így kell élnünk. Ezért példaként itt áll a templomunkban. Templomunk hajójának a közepén található a szószék. Egy emelvény tulajdonképpen, ahova lépcsőn lehet fölmenni, és ez azt a célt szolgálta régen, amikor még nem voltak mikrofonok, hogy minél jobban hallhatóvá váljék a Szentírás, illetve annak magyarázata, ugyanis az akkori pap ide ment fel, és innen a magaslatról a hívek felé fordulva jól el tudta magyarázni azt, amit éppen az aznapi evangélium tartalmazott. Gyönyörűen kifaragott szószékről van szó, ez is ugye barokk formában, barokk díszítésekkel, tehát ez szinte minden templomban megtalálható mai napig. Igaz, hogy mivel most már vannak mikrofonok, és a néceai zsinat óta már nem használják, hiszen az volt a kikötés, hogy ne föntről vezéreljen a pap, mint egy hierarchikus, fölülről lefelé néz a hívekre, tehát a nehogy az legyen ezzel kifejezve, hogy lenézi a pap a híveket, ezért ugye az oltár mellé helyezték az ambót, a felolvasó állványt, és most már onnan hangzik el az Isten igéje és annak magyarázata, vagyis a hívekkel egy térben, és nem pedig kiemelve a szószék magaslatáról. Tehát a szószék ezt szolgálta a templomban régen, ma már csak építészeti, illetve művészeti emlék. Templomunkban gyönyörű keresztút található, 14 állomással. A keresztút éppen 2020-ban volt 100 éves. A keresztút 14 állomása Tirolból származik, faragott dombormű mindegyik stáció. A keresztút ugye az magának Jézus kereszt hordozásának, kereszt útjának az állomásait szemlélteti, hogy mi történt azon az úton, amikor is az első állomás Pilátus halálra ítéli Jézust, és az utolsó állomás, amikor Jézust eltemetik, ez alatt az idő alatt, ami nagypénteken ugye fölölelt 6 óra hosszát, ugye délelőtt 9-kor kapja meg a halálos ítéletet Jézus, és délután 3 órakor kiállt fel, hogy Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, ezt az eseményeket tárja elénk. Nagyböjtben szoktuk a keresztutat imádkozni, Nagyböjt pénteki napjain, pontosan azért, mert nagypénteken hal meg Jézus, hogy péntekenként így készítsük lelkünket elő arra, hogy Jézus feláldozta értünk az életét. A keresztút minden állomását egy-egy család adományaként kapta a kisteleki templom, ők adták össze azt a bizonyos összeget arra, hogy az akkori plébános ilyen gyönyörű keresztutat tudott a kisteleki templomnak vásárolni. Az nagyon érdekes, hogy a keresztút első állomása, ugye Pilátus halálra ítéli Jézust,
és itt mindig megkérdezik tőlem a gyerekek, hogy hát milyen ember volt ez a Pilátus, hogy rómaiként miért ítélte azt az idegen Jézust halálra, amikor nem is ismerte. Érdekes az, hogy igen, a rómaiak uralkodtak ugye Jézus életében a zsidókon, hogy Pilátus, mint a rómaiak helytartója, oda vezényelve Jeruzsálembe, kihallgatja Jézust, és ő maga is azt mondja, hogy nem találom vétkesnek, íme az ember, tegyetek vele, amit akartok ti. Ugye a római helytartónak volt joga bárkit is elítélni a zsidók közül, de a zsidó papok nem akarták, hogy az ő vérük, ő ítéletük tapadjon Jézus életéhez, ezért egy idegenre bízzák. Pilátus azonban igyekszik megmenteni Jézust, és azt mondja, hogy szabadon bocsájtok egy foglyot húsvétkor, mindig ez szokás volt a római helytartó részéről, és föl is ajánlja a zsidóknak, hogy egy rablógyilkos Barabást állít az egyik oldalára, a másikként pedig Jézust, és megkérdezi, hogy kit bocsássak szabadon, még ekkor is menteni akarja Jézust, mert tudja, hogy ártatlan, de a zsidó papok föltüzelik a tömeget, és azt kiabáltatják, hogy Jézust keresztre vele. Vagyis nem Pilátus ítéli igazából el Jézust, hanem a zsidók, akik nem fogadták el Jézust Isten fiaként, visszautasították őt, és ezáltal Pilátus megijedve a tömegnek az erejétől, a tömeg kiabálásaitól, féltve a hatalmát, gyengének mutatkozik, és aláírja Jézusnak a halálos ítéletét, bár utána még mindenki tudtára adja, kezet mosva, hogy íme, én megmosom kezeimet, az azt jelentette ugye, hogy az én életem nem kötődik Jézus halálához, ennyire érezte Pilátus, hogy ez az ítélet igazságtalan. De ahogy Jézus is mondta, ennek be kell következnie, mert ő a világ bűneit magához öleli a kereszten, és azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A keresztúton vannak olyan állomások, ahol mi külső szemlélőkként figyelve az eseményeket bekapcsolódunk, mert van Simon, aki segít Jézus keresztjét hordozni, és van Veronika, aki kendőjét nyújtja Jézusnak és letörli véres orcáját, és ezáltal mi leszünk Simon, akik, ha nem követünk el annyi bűnt, már pedig ez életünknek a célja, ezáltal kisebbítjük Jézus keresztjének a súlyát, illetve mi leszünk a Veronika, aki szívvel, lélekkel élve életünket, bűn nélkül, nem a véres arcot hordozzuk magunkban, hanem Jézusnak azt a szeretett arcát, aki szeretne bennünk élni. Vagyis azáltal a keresztútnak az a lényege az imádságnak, a keresztút imádságának nagyböjtben, hogy külső szemlélőként, amikor elindulunk ebben a 14 állomást követve, akkor bensőnké váljon ez a keresztút, vagyis oda tudjuk magunkat helyezni Jézus mellé, bűntelenként, bensőnkben együtt érezve vele, hiszen a mi keresztünket hordozza. A templomokban régen, amikor az emberek beültek a szentmisére, nem is anyanyelvükön hallhatták a misét, hanem latin nyelven, viszont ezt nem értették. Sőt, a pap háttal misézett, sőt, ugye, ha latinul hallották még az evangéliumot, tehát még Jézusnak az üzenetét se értették, hogy akkor miért vagyunk itt. És azok az emberek, akik nem tudtak írni, olvasni, azok számára magának a templomnak a freskói, festményei adtak tájékoztatást, és azokban gyönyörködve rögtön, úgymond a szegények bibliája a freskó, rátekintett egy jelenetre, és megértette, hogy mit üzen Jézus. Most itt a kisteleki templomban 1912-ben Bicskei Kárl János festett a mennyezetre 4 freskót. Ezek a freskók mind-mind Szent István király életéből ábrázolnak egy-egy jelenetet. Szent István király ugye a mi templomunk védőszentje és a kisteleki embereké, és ezért van ugye, hogy Szent Istvánnak az életéből örökít meg eseményeket. Az első freskó az tulajdonképpen a Szeged Csanád Egyház megyének a megalapítása, hiszen ott van rajta a szegedi dómnak is a tornya, és ennek az az érdekessége, hogy ahogy a festő ezt megfestette, rajta van Szent István király, az első Szeged-Csanád megye egyház püspöke Szent Gellért, és ott térdel mellette
egy pap, aki nem más, mint Krámer János plébános, akinek idején ezek a freskók készültek. Nem tudta a plébános, hogy az arca föl fog kerülni a freskóra, és amikor átadta a festő, lefüggönyözte és leszette ezeket az állványokat, és meglátta a plébános, akkor nagyon elcsodálkozott, és azt mondta, hogy azon nyomban tüntess el, úgyhogy összeveszett a festővel, de a festő már nem volt hajlandó változtatni, és a mai napig is így ott maradt Krámer plébánosnak az arca a freskón. Végül is a plébános belenyugodott ebbe, de itt van és most is imádkozik egyházközségünkért. A második freskó az pedig azt ábrázolja, ahogyan István király alamizsnát oszt a szegényeknek, hiszen tudjuk jól, hogy István király intelmeket írt fiának, Szent Imre hercegnek, és azokban az intelmekben különösen fölhívja a szegények iránti tiszteletét fiának, Imrének, hogy amikor majd ő uralkodik, akkor ugyanúgy, ahogyan ő tette, vegye figyelembe, hogy a szegényeket támogassa. Ezt láthatjuk a második freskón, amikor éppen Szent István király adományt ad az éppen kolduló szegényeknek. A harmadik freskó pedig azt ábrázolja, amikor Szent István király átadja az intelmeit fiának, Imre hercegnek. Imre herceg éppen átveszi ezeket az intelmeket különböző papirusz tekercseken, és ott van mellette Szent Gellért püspök, akiről tudjuk, hogy Szent Imre hercegnek a nevelője, tanítója volt. Ő úgy került ide Olaszországból, és Szent István király megbízta Szent Gellértet, hogy ő egyházmegyéket alapítson a mi országunkban, és 10 egyházmegyét alapítva, aztán mikor ezt megtette, Szent Imrét nevelte, és hát erősítette Szent Imrének a hitét, ugye így lett Szent Imre herceg az ifjúság védőszentje. De Szent Gellért volt minden esetre a mi Szeged-Csanád egyház megyénknek az első püspöke, az ő szent erekjéi a mai napig is a Szegedi Dóm főoltárában találhatók. A negyedik freskó pedig azt ábrázolja, ahogy már Szent István király az Árpádházi szentekkel felajánlja a koronát Máriának, egyben Magyarországot ezt jelképezze vele, vagyis arra kéri Máriát, Jézus édesanyját, hogy legyen a mi magyaroknak is az édesanyánk, és védelmezze országunkat, mert nem volt ugye utódja Szent Istvánnak, Szent Imre herceg fiatalon, 21 éves korában meghalt egy vadászaton. Hát ez érdekesség megint, hogy valakik azt mondják a történészek közül, hogy egy vatkan ölte meg, valakik pedig azt mondják, hogy ez csak egy legenda erről, hanem akik nem akarták, hogy keresztény úton járjon tovább az ország, intézték el úgy, hogy Imre herceg ezen a vadászaton áldozatként elessen, és ne térjen már haza apjához. Szent István király nagyon megsiratja Imre herceget, hiszen az egyetlen reménysége volt a további országvezeték, keresztény országvezetésnek, de sajnos István király halála előtt éppen ezért már nem tud mit tenni, kétségbeesettségében, viszont erős hittel Máriához fordul, és 1038. augusztus 15-én felajánlja Magyarországot imádság közepette Máriának, úgyhogy az fő oltárunk is, a festmény, védőszentünk képét ábrázolva, leveszi a koronát István király a fejéről, és leteszi az oltárra. Ott térdel mellette Imre herceg is, ezzel azt jelképezve, hogy tovább adom az országomat az Isten kezébe, legyen Isten szeme rajtunk, és nekünk pedig benne bizodalmunk.